Sziasztok! Új autó érkezett kereskedésünkbe. Ez egy 2019-es évjáratú Nissan Qashqai. 1.5-ös dízel motor van az autóban, 110 lovas. A régi nagyon jól bevált 1.5-ös dízel. Nagyon szépen viszi ezt a karosszériát egyébként. Körbenézve az autót, mindenhol szépen futnak az élek. Nincsen parkolási sérülés. Nincsenek karcolások, nincsenek húzások, nincsenek horpadások. Gyönyörű szép gyárias állapotban van ez az autó. Nincsen jégverés sehol, elő-hátul parkolóradar, vonóhorog. Mindenhol nagyon szépen néz ki ez a kocsi. Mutatnám a tetejét is, hogy sehol egy horpadás, semmi. Mindenhol nagyon szépen futnak az élek. Ugye ez az 1.5-ös dízelmotor tud kifejezetten keveset fogyasztani. Ilyen 5, max. 6 literből el lehet vele járni. Családi autónak tudnám ajánlani, ugyanis nem egy nagyon nagy autó, viszont egy 4-5 tagú családnak elég is lehet. Belsejét is megmutatnám. Ugye 72 ezer kilométer van mindössze a kocsiba. Így gyönyörű szép a bőr. Ugye hát ennyi kilométernél nem is vár mást az ember. Szépek az ülések. Mindenhol. Műszerfal. Nagyon szép. Ugye ebben már az újabb kormány van. Ez a lecsapott aljú. Ez nagyon jól néz ki, és ad neki egy kis sportos kinézetet. Ugye ebben már elektromos a kézifék, autóhold van benne, fedélzeti komputer, rengeteg gomb, rengeteg extra található benne. Hát ez nem sávtartó, ez ilyen sávelhagyás figyelmeztető, inkább. Ugye nem avatkozik bele. Ez az ülés nekem van beállítva, én elég magas vagyok egyébként, úgyhogy úgy kell ezt nézni, de egyébként még ide én is beférek simán saját magam mögé. Megmutattam a csomagteret is. Ugye ez is elég nagy. 400 liter körül van. De ugye kalaptartót kivéve még magasabbra is be lehet pakolni. Úgyhogy ha valaki szeretne magának egy ilyen rendkívül keveset fogyasztó, gyakorlatilag új autót, az jöjjön el hozzánk Rakamazra Jumpihoz, a Shell Kút mellé. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!